Sziasztok! Eljöttünk egyet pecázni a Mária csatornára. Múlt héten volt a úszós Top Mix kupa. Ugye, ha követtétek az eredményeket, vagy láttátok, akkor minden grammért meg kellett küzdeni. Teljesen kiürült a csatorna az időjárásnak köszönhetően. Most kaptuk azt az információt, hogy újra érkezett bele hal. Ezért úgy döntöttünk Bencével, Gergővel, illetve itt van velünk Reni is, hogy lejövünk egyet, pecázunk itt a 4 napos hosszú hétvégén. A peca apropója, hogy jövő héten itt lesz megrendezésre a Top Mix Féder Kupa, amin több mint 120 induló van, és múlt hétről maradt még bőségesen élőanyag, nem szerettük volna kidobni, és így inkább úgy döntöttünk, hogy lejöttünk és egyet pecázunk. Botokkal, a Spectrum új botokkal horgászunk. Ezek 330-as hozban kaphatóak, medium light kivitelben, 30 g-os dobósúlya. Ezekről már egy korábbi videóm, ahol metódoztam velük, beszéltem, de azért gyorsan felemelítem, hogy egy kétrészes botcsaládról beszélünk, legalábbis ebben a hozban. A spitz az a harmadik tagja a botnak. 30 g-os dobósújtól indulnak. Kettőféle van, az XT-C, amivel mi is horgászunk most a Bencével. Ezeket piros betűkkel jelölik, illetve van az XT-S, ami pedig kék jelölést kapott. Az XT-C az a gyengébb verzió, kisebb halakra, pörgősebb pecára ajánlott, míg az XT-S az pedig egy kicsit keményebb, határozottabb, ott a dobósúlytartományok is inkább már 50 g fölött vannak, míg itt például, amit említettem is, amivel mi horgászunk, az egy 30 g-os dobósúlyú bot. Most horgászunk először velük keszegre. Abszolút jól reagálják a kapást, jól mutatják, illetve nem kell félni a dobósúlytól. Én most ez egy 30 g-os kosarat dobálok vele a 18-19 méteres távolságra, a bot bírja, illetve itt próbálgattuk még a 20 dekás karikákat, dévéreket is, 20 deka körülieket lehet vele röptetni, természetesen óvatosan, és ez azért nem ajánlott, de megpróbáltuk, hogy bírja. 3 spic kapható hozzájuk. Én a legerősebben horgászok, Bencét pedig már korábban kérdeztem, te pedig a médium, a középső spiccel horgászik, Gergő pedig egy korábbi szériát, a Selector X-es botokkal horgászik. Így mutatom majd, hogy nemrég érkezett a Trabukkónak új előkés doboza, ami akár ládafiókban is elfér, és különböző darabszámú tekercsek találhatók benne, és kettőféle méretben. Ez a, amit most nálam láttok, ez a kisebbik, és ő pedig a nagyobbik. Közben most csalizok is újra. We'll be right back.
Már dobunk is be. Halad nem rakjuk el, tehát nem tudjuk, hogy milyen súly darabszámokat tudunk mondani. Ilyen 50 környéken, 50 fölött járunk. Tehát, hogyha azt tippelni kellene, akkor szerintem a 10 kilót azt mindegyikünk meg fogja fogni a mai napon. Úgyhogy azért természetesen próbálkozunk különböző kombókkal, etetőanyagokkal, horgokkal, legalábbis inkább.